kicsit mi jobb helyzetben vagyunk, mint más önkormányzatok, hiszen a radioaktív hulladék kezelő társaságnak itt van Bátorpátiban a hulladéktárolója. És az ezért kapott források szabadabb létet engednek a helyi önkormányzatnak. Bátorpáti azon kevés települések egyike Magyarországon, ahol nem félnek az emelkedő rezsijáraktól, és nem azon gondolkodnak, be kell csukni a település intézményeit, hanem azon, milyen beruházásokkal emeljék az itt élők komfortérzetét. Ennek a folyamatnak részeként épül az új játszótér a faluban, bekerítették és a vadak ellen védőeszközökkel szerelték fel a község temetőjét, és ugyancsak ez a forrás ad lehetőséget arra, hogy a tulajdonba vegyék az evangélikus templomot. Az egyház megértette, fogadókész volt, hiszen tudják, hogy nincs pénzük, nem tudják rendbe tartani, nem szeretnénk a funkciót megváltoztatni. Azt tervezik Bátorpátiban, amennyiben szabadon használható forrásokhoz jutnak, az eddigi ráfordítottaknál magasabb arányban korszerűsítik a templomot, mely közel 700 ember befogadására képes, így kulturális események komoly zenei koncertek rendezésének megtartására is alkalmas lesz. A település vezetése kezdeményezte, hogy a nukleáris pénzügyi alapból a jövőben lehessen olyan fejlesztéseket is végrehajtani, melyek a lakók életét segítik. Többek között napelemek felszerelését és további energetikai korszerűsítéseket lehessen végrehajtani a település ingatlanjaiban.